2020-2021-es tanévtől minden diák ingyenesen juthat hozzá a tankönyvekhez a köznevelésben és a szakképzésben. Az állam ezzel több mint másfél milliárd forinttal tehermentesíti a családok száját. Más változások is lesznek az oktatás területén, hamarosan bevezetik az új nemzeti alaptantervet és a szakképzés rendszerét is átalakítják. 2020-ra fejeződik be az a 2013-14-es tanében indult folyamat, amelyel felmenő rendszerben vezetik be az ingyenes tankönyvellátást. A mostani tanében az első kilenc év folyamon juthattak hozzá térítésmentesen a tankönyvekhez a diákok, két év múlva már minden alap és középfokú kézésben részevő, valamint az első szakképesítését megszerző tanuló részesül ebben. Az intézkedés célja, hogy egyenlő esélyt biztosítsanak minden diák számára, ahogy az is, hogy minőségi tankönyveket tudjanak nekik adni. A lépés 1 millió 150 ezer diákot érint, és egyet tanuló esetében 10-15 ezer forintos támogatás jelent, amelyel jelentős terhet vesznek le a családok válláról. Az oktatási hivatal közben az idén mintegy másfél milliárdot fordít arra, hogy köztudottan népszerű tankönyveket megvásároljanak az állami portfólió részére. Csökkenés volt ugyanakkor az idegen nyelvi tankönyveknél, de még így is széles palettáról lehet választani. Az idei tankönyvjegyzékről egyébként több mint 600 magánkiadós cím tűnt el, ami ellen civil és szakmai szervezetek is tiltakoztak. A pedagógusok április végéig rendelhetik meg a tankönyveket. az esetleges módosításokat június 30-áig tehetik meg, ezután összesítik a rendeléseket országosan, a múlt évhez hasonlóan idén is mintegy 13 millió tankönyvvel számolnak. Az iskolákba szokás szerint augusztusban előre egyeztetett időpontban szállítják a könyveket. Pótrendelésekre augusztus 21-e és szeptember 15-e között még lesz lehetőség. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban dr. Vinnai Győző a Parlament Kulturális Bizottságának tagja, országgyűlési képviselő, jó napot kívánok. Köszönöm, köszöntöm a televízió nézőket. Itt van nálunk ingyenes tankönyvek, hát nem is tudom, az világban vannak még olyan országok, ahol Na, <laughs> ingyenesen adják át a tankönyveket, nem pontosan, de mi azt szeretnénk ezzel az ingyenes tankönyvvel, és csak a történeti kronológia kedvéért 2013-ba Indult el, ahogy a magyar gazdaság ezt lehetővé tette. Első évfolyamon indult el, és fokozatosan felmenő rendszerbe. Most jutottunk el oda, hogy a kilencedik évfolyam még ingyenes, és ugye ott van most a köznevelésben a gimnáziumoktatás, tehát a 9 és 12 évfolyam között, és ott van a szakképzés. A szakképzésben is ingyenesen kapják, talán azt pontosítanám, hogy az első. Szakma megszerzésénél, mert a szakképzési törvény kimondja azt is, hogy lehet egy második szakmát is megszerezni nappali képzésben 25 éves korig, ennek komoly feltételei vannak. Tehát, tehát ez, egy, ez egy jó kezdeményezés, egyfelől a családok terheit csökkenti, Elismeri, hogy a gyermeknevelési költségek, a tanulási költségek azok milyen magasak, különösen, hogyha több gyerek van egy családban, és gyakorlatilag 2020. szeptember 1-től a 2020-21-es tanévben az előbb említettek szerint minden diák, mintegy 1.200.000 diák, gyerek, ingyen fogja kapni a tankönyvet. Ez egyébként mit jelent családonként, mennyivel könnyíti hát, Családonként, ugye a tankönyv csomagoktól függ, hogy első osztályos, második osztályos, vagy, vagy éppen a középfokú oktatásban tanuló gyerekről van szó, úgy szoktuk mondani, hogy 10-15 ezer forint könnyebbséget jelent. Ez nagyon fontos szeptemberben, amikor a tanév indul. Mindemellett azért azt mondják, hogy a magánkiadású tankönyvek piacának szűkülése azért valamilyen hatással lehet a kínálat minőségére. Ez mindig, mindig visszatérő dilemma, ugye, hogy mi a kínálat és milyen minőségben írják meg a felkért szerzők a tankönyveket. Én azt tudom mondani, hogy éppen most járt le 3000 tankönyv van a címjegyzékben. Természetesen az igaz, hogy szeretnénk egy egységes alapot adni, tehát vannak állami kiadók, amelyek megfelelő anyagi háttérrel rendelkeznek, és felkérik a szerzőket. De én mindig azt szoktam mondani, hogy azok a szerzők, akik állami kiadónak írnak, azok nem olyan jók, és ugyanazok a szerzők, akik magánkiadónak írnak, akkor meg zseniális tankönyveket írnak. Nem, egyre inkább abba az irányba kell elmennünk, hogy minőségi tankönyvek legyenek, olyan tartalmú tankönyvek, amelyek a tudást, segítik elő. Nem a tárgyi tudást, a tudást, a tudás alkalmazást segítik, és a kompetencia, a készségfejlesztés segítik elő. Én azt gondolom, hogy egyre inkább jobbak a tankönyvek, és nagyon sok olyan szerző tankönyvét bevette az állami kiadó, amelyet maguk a tanítók és a tanárok ajánlanak az elmúlt évek gyakorlata alapján. Igen, ez lett volna a másik kérdés, hogy mi alapján lesznek a Tehát az, 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 hogy mennyire, mennyire elfogadott, mennyi iskola rendeli meg, mennyire szeretik azt a szaktanárok, ugye ez egy nagyon fontos, hogy a tankönyv az, az, egy, az egy vezér elvet jelent, hogy az egy fontos dolog, abban benne van az a tanulmány, amit szeretnénk megtanítani. De még egyszer hangsúlyozom, egyre inkább abba az irányba kell elmennünk, és remélem, hogy erről tudunk szót váltani a Nemzeti Alaptantev kapcsán, hogy, hogy nem lexikális tudás, nem tárgyi ismereteket kell tanítanunk, az már majdnem a múlté, hiszen ha egy modern mobiltelefonunk van, akkor és internethálózatra rákapcsoljuk, akkor a tárgyi tudást, a lexikális tudást meg tudjuk szerezni, hanem tulajdonképpen a tudás alkalmazást, a, az összefüggések felismerését, az elemzését egy történelmi korszaknak vagy egy irodalmi műnek, a komplex gondolkodásmód fejlesztését, az önismeret fejlesztését kell kialakítania. A diákban. Akkor ezek szerint ez az új nemzeti alaptanterv hát, egyik uh, fontos sarokköve? Igen, Műtödni. igen, hiszen uh, 2018. augusztus végén megjelent egy 312 oldalas dokumentum, amely az új nemzeti alaptantervet, ahogy rövidítve mondják, NATO-t uh, tartalmazza, és ennek vannak alapvető elemei, hogy az előbb mondtam, kompetencia alapú oktatás, tehát a készségeket kell fejleszteni, a tudást, a tudás alkalmazást, személyre szabott rugalmas oktatásnak kell lenni. Itt fölmerülhet az, hogy óraszám, hogy magas-e az óraszám, az alapóraszám, a kötelező óraszám, és mennyi a kiegészített óraszám akár szakkörről beszélünk, vagy fakultatív ö, ö, órákról beszélünk. Én magam 1974-ben faktos voltam, akkor vezették be a fakultációs tantárgyakat, hogy, hogy például egy tantárgyból nem heti, három vagy négy óránk volt, hanem hét vagy 8 óránk. Na most én már nem akarok ide-visszatérni, csak azért mondom, hogy amit választ, ami a diáknak megfelelő, tehát hogy faktos órája legyen az nagyon fontos, és kiegészíti a kötelező óraszámot. Tehát ez egy öreg dilemma, hogy magas-e a kötelező óraszám, vagy sem, vagy ezt lehet csökkenteni a nagy szerint. Igen, és a... akkor kiegészíteni a fakultációs. Tehát a diákok túlterheltségét, ugye? Mert mindig erről szól a fáradozás. De, de a ezen belül túl... van egy kis mozgástér, terhete. mindenképpen az új nemzeti alaptanter szerint. Tehát akkor a tanárok kezében van most már, Olyan. vagy lesz nagyobb Olyan. választási lehetőség így van, így van, így van. ennek megfelelően? Tehát mindig a tanáron múlik a tanító. Múlik. Hát én nagyon sok iskolával tartom a kapcsolatot, hogyha első osztályban a gyerek mindig tanítót választanak. Nagyon fontos a jó tanár. És természetesen fontosak a, a tankönyvek, a munkafüzetek, a digitális tartalom, tehát a digitális eszközök, a digitális tábla, amelyek megjelennek Nyíregyháza és a megye Általános iskolában, vagy az Ország Általános iskoláiban, vagy éppen a középfokú oktatásban. Ezek nagyon fontos eszközök, de az egyik legfontosabb véleményem szerint a tanár, aki a maga felkészültségével, a maga, ö, ö, hogy mondjam, ö, kon, ö, problémákat megoldó ö, személyiségével, mert tehát nagyon sok konfliktus lehet, ugye tanár, diák között, a szülő szülők között. Tehát az iskola valódi közösséget kell, hogy építsen, és ez benne van a nadba, hogy arra épít, hogy az iskola egy közösség, a tanár, a gyerek, vagy diák és szülő közössége. Tehát a szülők is tudnak segíteni a tanárnak, hogy pontosan ismerje a gyerek a saját helyét a világban, hogy el tudja helyezni magát. Sajnos nagyon véges az időnk, de még vagy két témánk, amiről jól lenne beszélni, ez a kilenc osztályos általános iskola. Igen, ez fölmerült, ez ezen, hogy az, az alapképzés... Megpendítették. Így van. Így van. És ö, a Nemzeti Alaptantervet, amikor a bizottság Csépe Valéri Akadémikus Asszony vezetésével kidolgozta, szintén foglalkozott ezzel a kérdéssel, mert úgy jött föl ez a kérdés a felszínre, hogy jó lenne az alapképzést megerősíteni. Tehát amikor elvégzik az általános iskolát, vagy az alapfokó oktatást a diákok, és tovább tanulnak, mennek gimnáziumba, vagy éppen szakközépiskolába, szakgimnázium vagy szakiskolába, hogy akkor, hogy akkor jó alapokkal rendelkezzenek, és így merült föl, hogy jó lenne egy évvel meghosszabbítani az alapképzést, és itt viták vannak, hogy milyen rendszerben, de egyre inkább ez csak terv, még nincs döntés, egyre inkább abba az irányba megy el, ha lesz ilyen, akkor az óvoda és az első osztály között lenne egy alapozó. Tehát akkor még nem lehet tudni, hogy, hogy lesz-e vagy sem. Így van, ez terv, kormányzati a terv. A rendszerének átalakítása 2020-tól, az viszont már borotékolható. Így van. Hát három törvényt és 19 kormányrendeletet kell ehhez megváltoztatni. Valószínűleg ősszel fog a parlament elé kerülni, mert most ugye nincs parlament az európai parlamenti választások miatt, és és júniusban lesz ugyan, május végétől lesz ugyan parlament, de a költségvetést el kell fogadni. Mindig úgy van, hogy június 30-áig fogadjuk el a következő év költségvetését, tehát az egy sűrű menet lesz, és valószínű, hogy az őszi ülésszakban az őszi ülésszak elé kerül az új szakképzési törvény, amelynek a lényege, hogy vonzó, keresletvezérelt oktatást akar. Tehát nem a kínálat, nem az iskolák, mondják meg, hogy milyen szakmák legyenek, hanem a gazdaság, hiszen ma már munkaerőhiányjal küzdünk. Aztán legyen benne egy karrier lehetőség, aki szakmát tanul, kapjon érte megfelelő bért, hiszen ma már keressük a jó szakembereket, ugye? Már majdnem minden hiányszakma szakma, a burkoló, a köműves, a festő, az ács, már majdnem mind a hiány szakmák érzékén van. És a harmadik pedig, hogy naprakész tudású oktatók legyenek, gyakorlati oktatók legyenek. Például mérnököket vonjunk be a gazdaságból óraadóknak, és ezáltal a legújabb, a szakmáknak a legújabb gyakorlati ismereteit hozzák be. Nagyon jó tanműhelyek kellenek ez, és természetesen úgy tudjuk még a diákokat ebbe az irányba orientálni, hogy ösztöndíjrendszer rendszer lesz, hogy aki a szakképzésbe jelentkezik, az ösztöndíjat fog kapni. Egyfelől lehet szociális alapon, ez az apácia ösztöndíj lesz, és lesz egy másik ösztöndíj, amely a szakmához kötődik, amíg nem megy ki tanuló műhelybe, addig kap egy alapösztöndíjat, ez 2020 őszétől lenne, ha a pedig duális képzésben van, akkor tanulószerződés alapján kapja ezt a díjat a cég. Kíváncsian várjuk a folytatást. Köszönjük, hogy itt voltál.